ez a gondolat nem Sheldoné, ezt én mondom. Szabó Máté vagyok. Én vagyok az új szomszéd, Penny. Hello? Hello? Bernadette Marie Rostenkowski vagyok, a kaliforniai Yorba Lindából! Hát Sheldon egy borzasztó, sokrétű karakter, bár igazából egy vagy két vagy három oldalát mutatja nekünk egyszerű földi halandóknak, hogy így mondjam, a sorozat nézőknek, de hát egy nagyon színes egyéniség és egy borzasztó intelligens figura. Amikor elindult a legelején a sorozat, akkor nem sok információnk volt sem a színészről, sem a sorozatról, sem a sorozatbéli figurákról, úgyhogy nem volt hova nyúlni, csak a saját tapasztalatainkat tudtuk felhasználni szinkronizálás és színházi hozzáértés terén is, és aztán szépen lassan kiderült, hogy hát ez egy sokkal összetettebb és sokkal sokrétűbb karakter, mint amire mi gondoltunk az első 3-4 részből, úgyhogy én végtelenül hálás vagyok Gyarmati Geriéknek, hogy rám osztották ezt a karaktert, és immáron nőhettünk együtt, mint a gomba 12 éve. Bele se gondoltam, hogy 12 év, hogy a 12 év alatt az én életemben mi minden történt, hát ez a legfontosabb 10 év vagy 12 év volt. Hát kicsit torokszorító, mert nagyon szerettük szerintem, amíg csináltuk. Hát furcsa érzés, az tény, hogy ugye most én már megcsináltam azt az összevágott anyagot, ami a 12 év alatti összevágásból van, és gyakorlatilag egy ismeretterjesztő film a készítésről, egy verk. Így visszagondolva tényleg furcsa, meg az, hogy ezt egy olyan rendezővel kezdtük el, aki már nem él, Gergővel. Utolsó 3 évadban segítkeztem, mint rendező tulajdonképpen. Annak idején nagyon régen ezt a Gyarmati Gergely indította el, és tulajdonképpen az ő kis gyereke, így szoktuk mondani, legalábbis én így nevezem, hogyha valamit kiosztunk sorozatba, és azt visszük végig. Tehát igazándiból ez az ő szereposztásának a jóságából lett, és az ő gyerekének tekintve, sajnos már nincs közöttünk, de ezt mindenféleképpen el akartam mondani, hogy ez tulajdonképpen az ő sikere idézőjelben. A lényege ennek a sorozatnak az, hogy egy nagyon jó műhelymunka és egy nagyon jó csapat tartotta össze az egészet. Most már az utóbbi 2-3-4 évadot úgy rögzítettük, hogy egyesével álltunk a mikrofon előtt, tehát kevés partnerrel találkoztunk. Ám de még a legelején rendszeresen a Csőre Gabival voltunk mi egy pár, és hát ugye a Lenőrt figurája is úgy van osztva tulajdonképpen a sorozaton belül, hogy ő a kontrás. Tehát én vagyok inkább aki az első hegedűs, és akkor ott van egy kontrás a háttérben. Szóval, hogy a Lenőrt figurája rövid tőmondatokban kommunikál, vagy kommunikált a sorozat legelején. A Sheldonnak meg ekkora kiállásai voltak, mondjuk egy A4-es papíron, ez mit én, 2 mondat volt. 4-5-6 sor, olyan összetett szövegekkel és olyan összetett szavakkal, amiket addig, hát szégyen, nem szégyen, én soha nem használtam és nem alkalmaztam. Például a rombikozi dodeka éder az egyik ilyen kifejezés, amit most már megtanultam életem végig. Na, szóval együtt fejlődtünk ezekkel a figurákkal, és nem volt könnyű dolgom, azt azért el kell mondanom, és mindemellé még a gesztikulálás, mindemellé a mimika, mindemellé, hogy olyan ritmusba mondjam én el ezt a szöveget, hogy a szinkron legyen a szó hagyományos és átvitt értelmében is. Szóval azért ez tényleg egy embert próbáló feladat volt, de bátran álltam elé. Én itt nagyon megszerettem, egy nagyon karakteres csajszín. Szerintem összenőttünk. Emberileg nyilván nagyon mások vagyunk, mint az ő karaktere a sorozatban, vagy mint az enyém a saját életemben, viszont nagyon-nagyon-nagyon szerethető. Abszolút a mai életből hozott, sarkított emberekről van szó, ami szerintem baromi jó. Nagyon éles váltások vannak a karakterek között, rettentően jó a humora a sorozatnak, nagyon helyesek a poénok, szerintem belenézni az ő életükbe jó pofa. Egy elképesztő jól megkomponált, kitalált történetről van szó, ami ahogy kérlek, ki van dekázva a humor nagyon pontosan, és tehát itt nem is azt merem mondani, hogy egyed ő nagyon jó színész, ő nagyon, hanem maga az egész kompozíció, amit létrehoztak, az csodálatos.
De az agymenők nem csak a világ legnépszerűbb, vagy legalábbis Amerika legnépszerűbb sorozata jelenleg, hanem nekünk is, itthon is ez a legnépszerűbb végetés sorozat. Abszolút büszkék vagyunk arra, hogy hozzánk került egy ponton az egész széria, és ezt mi kizárólagosan képviseljük és adjuk, és a mai napig a nézőinek is a legnépszerűbb tartalma ez, és most természetesen a fináléra is nagyon sokan már várják, készülnek, és kérdezgették, hogy mikor lesz a szinkronos verzió adásban. Óriási esemény ez. Szerintem ez egy igazi, klasszikus, régi módi vígjáték sorozat, amilyen talán ma már nincs is több. Az utolsó a maga kategóriájában, és talán ezért lehetett ekkora sikere most itt a végén is. Hát baromi jó szövegek vannak megírva, mint a matek úgy ki van találva, a figurák is nyilván jól is van csinálva, nagyon pontosan kell dolgozni, és akkor szerintem ez működik. Kíváncsi lennék, hogy hány ember dolgozott a háttérben, mire mondjuk megírtak egy részt. Ezt te nem tudod, de én úgy tudom, hogy körülbelül 150 minimum. Azt a mindenit. Szerintem 3 éve biztos, hogy mindig felröppen a hír, hogy ennek most vége van, és ma úgy tűnik, hogy tényleg vége van. Örülök neki valahol, hogy végig a részese lehettem, örülök neki, hogy végigcsináltuk. Annak nem örülök, hogy vége van, viszont valószínűleg a csúcson kell abba hagyni a sorozatnak is. Azért szerettem az agymenőket nagyon, mert nem robbant fel semmi, nem erőszakoltak meg benne senkit, nem vertek gyerekeket, nem folyt vér, nem, és mégis volt. Vicces volt, mégis helyes volt, szívbe markoló volt, hétköznapi is volt a maga módján, de borzasztó különleges a maga módján, tehát egy jó forgatókönyvíró és 5 remek színész ékes bizonyítéka annak, hogy évekig tud menni egy sorozat. Az eddig kirekesztett, eddig kevésbé középpontba helyezett szereplő típusoknak a kiemelése volt szerintem, ami ezt egy bizonyos generációnak is most nagyon különlegesítette. Rázs az egy ilyen nagyon különleges szereplő volt, évekig nem nagyon beszélt, amíg lányok voltak a jelenetben. Ezt is vicces volt figyelni, mikor törik meg, mikor fog ezen túllépni, és amikor meg túllépett, akkor pedig egy egészen vicces személyiség alakult ki belőle. Szóval szerintem számomra ő volt a legszórakoztatóbb az évek alatt. Eleinte nagyon kicsi szerepe volt, meg se szólalt talán 3 évig, csak egy-egy mondatot mondott, és aztán utána kiteljesedett, és szerintem akkor már egy nagyon hálás figura volt. Nagyon sokat nevettünk. Ez egy nagyon jó sorozat volt, nagyon élveztem, és amikor valami jó véget ér, akkor ez egy szomorú dolog. De nagyon örülök, hogy részt vettem benne. Ez így együtt egy ilyen jelenség volt, ez a kis csapat, ez a kis tudós társaság, az a kis rigójáikkal, az egymásra odafigyelésükkel, a közös kajálásukkal, és a egymás kis cukkolásával, amiben óriási nagy szeretet sugárzik mindig kifelé. Tehát pont azért megfoghatatlanok szerintem ezek a szereplők, mert rengeteg mindenükbe bele lehetne kötni tulajdonságukba abba a fajta élethez való hozzáállásba, hogy teljesen alkalmatlanok a hétköznapi életre, de ott van mellettük az intelligencia, ami viszont az ő fegyverük, és bárkit bármikor leszerelnek egy jól összetett mondattal, vagy egy Nobel-díjas megszólalással, vagy akármivel, és ez az, ami a kockáktól elvehetetlen, úgyhogy valamit azért csak föl tudtak ők is mutatni itt az elmúlt években. 12 évados hosszú munkának a bezárása történt, hát ez igen megható. Az az én szívemet is megérinti, és látva őket, hogy most elhagynak egy olyan karaktert, ami nagyon a szívükhöz nőtt. És a kis ünnepség, amit itt rendeztünk, ez egy jó kis záró napja volt ennek. Neked mi fog a legjobban hiányozni a sorozatban? Hát a mezei Kitty. Első körön a legnagyobb hiányt a mezei Kitty fogja alkotni. Hát hiányozni fog, most ez nehéz most még arról beszélni, hogy majd egy év múlva mi az, ami hiányozni fog, nem tudom. Nyilván hiányozni fog a figura, nyilván hiányozni fognak azok a fajta vicces megszólalások, amik így most már hozzám kötődtek, és lehet, hogy hiányozni fognak azok a névnapi és születésnapi kérelmek, hogy mondjam már fel a Sheldon hangján, hogy Isten éltesse a Jolánkát, vagy nem tudom. Tehát ezek lehet, hogy el fognak kopni egy idő után. Viszont azt gondolom, hogy egy olyan dolgot sikerült nekünk magyar hangoknak is, meg hát nyilván az amerikaiaknak letenni az asztalra, ami remélem, hogy generációkon keresztül és generációkat fog felnöveszteni. Ahogy mi fölnőttünk a Dallason, hát nekünk az járt, hát akkor a következő generációnak meg hát, ha egy ilyen jó osztály részül.